Mintegy 220 millió forintból 13 utca útszőnyegezése és patkarendezése készülhet el idén. 10 utca felújításához nincs szükség közbeszerzési eljárás lebonyolítására, így ezeken a helyeken 2 héten belül megkezdődhet a munka. A további 3 utca aszfaltozása augusztus végén, szeptember elején várható. Az Egressy Béni, a Hermann Otto, Csokonai utca, Mixárd utca, a Vásártér sor, a Dézsini utca, Verespálné utca, a Túri utca és a Bajcsi-Zsirinszky utca és a Beke utca. Azokat az utcákat sorolja Nyéki István, amelyek felújítása a városgazdálkodáshoz került. Ez az idei tervben szereplő 13 utcából 10-et érint. Ezek azok, amelyeket nem kellett közbeszerzés keretében megpályáztatni, hanem az önkormányzat a saját tulajdonú cégét bízta meg ennek a lebonyolításával. Ezeknek a munkáknak az elvégzésére az árajánlatokat bekértük, a kivitelező kiválasztása és a szerződéskötés van folyamatban. Az idén felújítandó 13 utcából 3 felújítását közbeszerzési eljárás keretében kell megpályáztatni. Ennek a lebonyolítását az önkormányzat végzi. A hivatal a Bihari, a Hajdú és a Major utcákat fogja bonyolítani. Jelenleg már a közbeszerzési ajánlatkérés folyamatban van. Az ajánlatokat 6-áig kell benyújtani a meghívott vállalkozóknak, és ugye ezt követően kerülhet sor az értékelésre, illetve optimális esetben már a szerződéskötésre, hogyha minden rendben megy. Ennél a 3 utcánál mikor kezdődhetnek meg a munkálatok? Hát optimális esetben én úgy tervezem, hogy itt augusztus végén már szerződést kell kötnünk, és én szeretném a munkaterületet rögtön átadni a kivitelező részére, hogy a megadott határidőig, ami terveink szerint október 30-áig fog tartani, addig mind a 3 út elkészülhessen. Felújításról beszélünk, tehát minden olyan munkálatot próbáltunk betervezni, ami engedély nélkül úgymond végezhető. Tehát döntően itt szőnyegezési munkálatokról beszélhetünk, mind az útfelületek, mind pedig mondjuk a Major utca esetében a parkoló felületnek a megújítását is jelenti. Ugye konkrétan ebben az utcában biztosan mindenki tudja, emlékszik rá, hogy milyen állapotban van a folyóka, tehát az is átépítésre, felújításra fog kerülni ezzel egyidejűleg.